Köszönöm szépen. Nagy szeretettel üdvözlök itt mindenkit, tisztelt magyarországi vendégeink, tisztelt elnök urak, elnökségi tagok, tanácstagok, kedves VMS tagok, kedves barátaink. Nagyon öröm számomra az, hogy itt Magyar Kanizsán rendezhetjük meg ezt az összejövetelt. Itt a vásártéren, ami vásártérnek az elmúlt évtizedek egy izgalmas forgatagát képviselte itt Magyar Kanizsán, hiszen 30 évvel ezelőtt még ez volt a gazdaságnak, a mezőgazdasági résznek a forgópontja, itt gyülekeztek a termelők és valódi vásártérként üzemelt, majd 20 évvel ezelőtt egy kicsit alább hagyott a közösségi akarat, és 10 évvel ezelőtt pedig újra fölé lett a vásártér, igaz, hogy nem azért, mert mi akartuk, hanem azért, mert a nemzetközi erők akarták, hiszen itt volt Szerbia legnagyobb migráns elosztó helye. És most itt vagyunk egy ünnepségen, és itt vagyunk majd ezren, mégpedig azért, hogy egyrésztről ennek a vásártérnek és egyáltalán ennek a közösségi térnek egy új értelmet és egy új erőt adjunk. Másrésztről azért, mert úgy gondolom, hogy itt Magyar Kanizsán mi magyarok is otthon vagyunk, minden VMS tag itthon van, és én nagyon boldog vagyok, hogy megkaphattuk elnök úrtól azt a megtiszteltetést, hogy mi szervezzük meg ezt a 30 éves szülinapot. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja itt érezni magát. Az időjárás az mindig érdekesen játszik velünk, hiszen hogyha esne, akkor az lenne a baj. Most, hogy meleg van, most az a baj, de én úgy gondolom, hogy még mindig jobb így összejönni, mint hogyha összezsúfolódtunk volna egy szűk terembe. Úgyhogy Isten hozott mindenkit itt Magyar Kanizsán, érezzétek jól magatokat, bízom benne, hogy majd a legközelebbi 30 éves szülinapot is mi kapjuk szervezésileg, és mi ünnepelhetjük majd itt a 60-adalkat is, de addig is még nagyon sok munka várnánk, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, köszönöm szépen a szervezőknek a munkát, és Isten éltesse a Vajdasági Magyar Szövetséget!